Szeretettel köszöntöm Biblia körünk mai nézőit. Azért kezdtük el ezt az olvasókört, amely egyelőre Biblia köré fejlett, aztán majd később a Bibliában ezt a mintegy 40 Jézusi példázatot végigolvastuk. Szeretnék sort keríteni a világ és a magyar irodalom nagy műveire is, hogy olvassunk helyesen, mert hiszen a sorozatunk egyik mottója lehetne I. és Gyulának, volt a 60-as években megjelent nagyon jó tanulmány kötete, először két kötetben adták ki, és annak az előszavában írja I. és Gyula, hogy a mi kultúránknak az a hátulütője, hogy az írás előbb hódított, mint az olvasás. Előbb írnak emberek, előbb próbálják az önkifejezést, mindenféle önkiteljesítés, önmegmutatás az, ami kultúrákban nagyon fontos lett. Ez is mutatja, hogy alapjában véve nem egy szerény és alázatos kultúrában élünk, mindenki írni akar azelőtt, hogy megtanulna jól olvasni. Mert az lenne egy kultúra fejlődésének a megfelelő szakaszolása, hogy először vegyük számba az előttünk élt évszázadok, évezredek, egyébként meglehetősen gazdag kultúrkincséből azt, ami ránk maradt, mert persze sok minden nem maradt ránk. Tudjuk jól például, hogy Arisztotelész nagy gondolkodó volt, de az életművének csak mintegy 40%-a maradt ránk. Ellentétben Plátonnal, aki előtte élt egy nemzedékkel, és ő azért valamiképpen ügyelt rá, vagy valahogy a történelmi körülmények voltak szerencsésebbek ő iránta, hogy Pláton életművének a 100%-a ránk maradt. Mondom, Arisztotelésznek csak a 40%-a, az előttük élt Hérakleitosznak meg csak töredékei maradtak fenn, és de hát azokból a töredékekből is, mint egy 1000 év alatt annyit idéztek vissza, hogy végül is összeállt egy hérakleitoszi gyűjtemény, egy néhány labból álló hérakleitoszi gyűjtemény, múzsája vagy a természetről címmel, ezt magyarul is kiadták több fordításban is, a Kerényi Károlyétól a Hamvas Bélán át mind a mai napig létezik. Tehát van az emberiségnek egy óriási nagy kultúrkincse, amit jó lenne, én a keleti kultúrát sem zárnám ki, a kínai kultúrának, az indiai kultúrának, egyéb más kisebb kultúráknak, aztán a görög-római kultúrának, és hát persze a bibliai kultúrának óriási kincseit, először jó lenne ezeket elsajátítani, tisztességesen elolvasni. Babits Mihály azt írta a 20. század elején, hogy az alsó és középfokú oktatásnak tulajdonképpen ez lehetne a legfőbb célja, hogy tanuljon meg, tanítson meg arra, hogy hogyan olvassunk és hogyan írjunk. Az írás és olvasás lenne a legfőbb két kulturális pillér, amin a hídunkat ki kellene feszíteni. De hát mind a kettő azért a befogadásról szólna, a figyelemről, hogy tudunk mások gondolataira odafigyelni, aztán ezt hogy tudjuk írásban visszaadni, és miután, mikor írásban visszaadtuk, mondjuk, mint a zeneakadémisták úgy kezdik a tanulmányaikat, hogy megpróbálnak Bach és Mozart stílusában zeneműveket írni, vagy amikor a bölcsészekkel kapcsolatban olyan tapasztalataink lehetnének, már nálunk se volt, hogy hát tanuljunk meg mondjuk egy szonettet megírni, vagy tanuljunk meg hexaméterben írni, és a többi. Tehát amikor az ember már az elmúlt évszázadok, évezredek nagy kultúrkincseit valamiképpen asszimilálta, a lénye részévé tette, azután lehet beszélni arról, hogy mi ehhez képest még mi újat tudunk mondani, vagy az eddigieket hogy tudjuk kibővíteni, elmélyíteni. Nos hát, akkor nem lenne igaz ez az íjési megfigyelés, hogy nálunk az írás előbb hódított, mint az olvasás, mert ha előbb hódítana, mint az olvasás előbb hódítana, mint az írás, akkor lehetséges, hogy az írás műveink is megfontoltabbak, letisztultabbak, mélyen szántóbbak lennének.
Minden esetre mi itt az olvasókörön belül azt szeretnénk kipróbálni, hogy mit jelent odafigyelni valamire, ami nem is túl hosszú. Tehát itt nem egy versről, egy elbeszélésről, egy regényről, vagy egy eposztról, vagy egy drámáról beszélünk, hanem most ebben a folyamatban Jézus példázatairól, és jelen pillanatban olyan példázatot veszek sorra, amit Lukács evangélista jegyzett csak le, aki leírta Jézusnak a Galileából a Dekápoliszon és a Péreán keresztül való útjait, és azon belüli településeken elmondott példázatait, és ugye úgy osztottuk fel mi ezt a 40 példázatot, sokféleképp fel lehet osztani Jézus 40 példázatát, hogy hogyan tárgyaljuk. Például egy nagyszerű könyv, Ellen White-nak a Krisztus példázatai című könyve úgy osztja fel, hogy a magvetés példázataiból indít, és utána fokról fokra vezet különböző példázat csoportokra. Én most azt a felosztást választottam volna, hogy először az alapvető példázatokat, amik az egész ember élet egészéről beszélnek, tehát a búza és konkoly példázata, a tékozó fiú példázata, a királyi menyegző példázata, kősziklára esés példázata, és hát a legutóbbi alkalommal beszéltünk már arról a példázatról, amivel lezártuk ezt az első csoportot, tehát mondom a legátfogóbb példázatok gyűjteményét értem ezen, és ezért esett a választásunk itt az irgalmas samaritánus példázatára. Tehát még egyszer mondom, ez az öt példázat, ezt azért vetettem előre, mert ha valakinek csak ennyi ideje lenne most, hogy ezt az öt példázatot vegye nagyító alá, már abból kikerekednék a Jézusi 3,5 éves működés tanításainak a nagyja, tehát az alapvető pillérei, amire aztán már a hidat rá lehet húzni. A mostani alkalommal rátérek azokra a példázatokra, amelyek valamiképpen kapcsolatban vannak ezekkel az alapvető példázatokkal. Tehát mondjuk, ami a búza és konkoly példázata, az lenne most egy kicsit más fénytörésben az erős fegyveres példázata. Ami a tékozó fiú példázata, az lenne itt a két fiú példázata. Ami a királyi mennyegző példázata, az lenne az adós szolga vagy gonosz szolga példázata, és így tovább. Tehát a második körben, az olvasókörünk második szakaszában szintén alapvető példázatokat választottam ki, talán olyanokat, amelyeket már lehetett volna tárgyalni az illető példázatok, eddig említett példázatok után. Tehát ezért mondom, hogy a búza és konkoly után már beszélhettünk volna az erős fegyveres példázatáról, a tékozó fiú után beszélhettünk volna már a két fiúról szóló példázatról, vagy pedig a királyi mennyegző példázatával kapcsolatban már szóba hozhattuk volna a nagyvacsora, vagy a gonosz, vagy adós szolga példázatát. De inkább próbáltunk először egy nagyívű összefoglalást adni, hogy lássuk először az egészet, mindig jó, ha valami egészében kikerekedik, és utána már az így nyert ismeretek és lelki ismeretek birtokában nyugodtan el tudunk mélyedni a hozzájuk hasonló példázatokban is, és természetesen az őket tovább folytató példázatokban is. A mai alkalommal is egy olyan példázatot szeretnék megismertetni, ami nem önmagában áll. Kiindulunk egy beszédhelyzetből, egy vitából, ha úgy tetszik, ami után Jézus elmondja az erős fegyveres példázatát, és ezután szorosan ehhez a példázathoz kapcsolódik a kisepert ház példázata. De ahogy említettem, én mind a 40 példázatnak egy külön-külön alkalmat szeretnék szánni, tehát most bármennyire is rövid ez a két példázat, tehát az erős fegyveres meg a kisepert ház, nem kapcsolnám össze, hanem
Mindegyikről külön-külön szeretnék beszélni. Hát ismétlés ugye a tudásnak az anyja, ahogy szoktuk mondani. Nem baj, hogyha ismétlünk, vagy hogyha úgy ismétlünk, hogy valamit tovább építünk. Jézus is azt mondta, hogy az az igazi tanító, aki ót és újat vesz elő az élés tárából. Tehát nekünk mindig kell olyasmikről beszélni, amiről már beszéltünk, mint egy megerősítésként. És amiről beszéltünk és megerősítjük, ahhoz mindig kapcsoljunk valami újat, és az igazán szervesen bővülő tudás köre az így bővül, hogy mindig már valami meglevőt tudunk egy másik tanítással folytatni. A mai példázatunk Lukács evangélium a 11. fejezetében található, és ahogy említettem, a példázatok megértésének egyik kulcsa, hogy az előzményeket is vegyük tekintetbe, hogy mikor, kiknek, milyen helyzetben mondta el Jézus ezt a példázatát. Azt olvasom a Lukács evangélium a 11. fejezet 14. versében, tehát ismétlem, hogy a Lukács 9. fejezet 51. versétől Jézusnak a Tízvárosban és Péreában lefolytatott szolgálata idejéből vett történetek és tanítások foglalnak helyet ezzel. Lukács nagymértékben kibővíti Máté és Márk szemhatárát, hiszen ők ezekről nem számolnak be. Lukács már ebből a szempontból kiegészítő jellegű evangélium, aztán a három evangélium után persze az igazi nagy kiegészítő jellegű evangélium az János evangéliuma, aki 80-90%-ban csak olyan eseteket hoz szóba, ami az első három evangéliumban nem szerepel, és persze azt is tanúsítja az evangélium a legutolsó sorában, hogyha mindent leírtak volna, amit Jézus cselekedett a 3,5 évi szolgálat alatt, maga a világ se tudná befogadni azokat a könyveket. Tehát mindent nem írtak le Jézus életéről, nem is lehet, hát egy ember életéről se lehet, ha csak 33,5 évet él, akkor se lehet minden jelentős dolgot se leírni, csak a legjelentősebbeket. Mondhatnám így, hogy a 4 evangéliumban az kerül bele, ami a legeslegjelentősebb, ami mindenkor minden emberének eligazításul szolgálhat. Nos, hát akkor nézzük, hogy a mai példázatunk előzményei Lukács evangélium a 11. fejezet 14. versében hogyan is szólnak. És ördögöt űzött ki, mely néma volt. És lőn, mikor kiment az ördög, megszólalt a néma, és csodálkozott a sokaság. Némelyek pedig azok közül mondták, a Belzebub által, az ördögök fejedelme által űzi ki az ördögöket. Mások megkísértvén őt, mennyei jelet kívántak tőle. Ő pedig tudván azoknak gondolatát mondta nékik, minden ország, amely magával meghasonlik, elpusztul, és háza házzal, ha meghasonlik, leomlik. És a sátán is, ha önmagával meghasonlik, mi módon állhat meg az ő országa? Mert azt mondjátok, hogy én a Belzebub által űzöm ki az ördögöket? És ha én a Belzebub által űzöm ki az ördögöket, a ti fiaitok ki által űzik ki? Annak okáért ők maguk lesznek a ti bíráitok. Ha pedig Isten ujjával űzöm ki az ördögöket, kétség nélkül elérkezett hozzátok az Isten országa. Most kivételesen hadd olvassam rögtön az azután jövő példázatot, mikor az erős fegyveres őrzi az ő palotáját, amilyen van, békességben van. De mikor a nálánál erősebb reáljövény legyőzi őt, minden fegyverét elveszi, melyhez bízott, és amit tőle zsákmányol, elosztja. Aki velem nincs, ellenem van, és aki velem nem takar, tékozol. Itt tehát a Lukács evangéliuma 11. fejezet 21., 22. és 23. versében olvashat ez a rövid példázat, nem sokkal hosszabb, mint a már hetekkel ezelőtt említett kősziklára esés példázata. Jézusnak a nagyon rövid példázatai közé tartozik, de mégis alapvető nagy példázata. Nézzük tehát először az előzményeket.
Jézus Krisztus gyógyít ezen a vidéken, és így mondja a Biblia, hogy ördögöt űz. Hát mi ez az ördögűzés? Ezt keresztény egyházak közül, ha jól tudom, az ortodox, tehát a keleti keresztény, és némileg a görög katolikus egyház folytat ilyen gyakorlatot, hogy ördögűzés, de nem szeretném oda küldeni az érdeklődőket, mert amennyit én tudok ennek elveiről és gyakorlatáról, az számomra nem meggyőző és nem hiteles. Maradok annál, hogy a bibliai szöveget próbálom értelmezni. Az ördögűzésről a Biblia nem mond el részletes dolgokat, de a mai példázatunkból is látni fogjuk, hogy tulajdonképpen, hogy a világra születünk, és bár ártatlanul születünk a világra, de nem romlatlanul, vagyis mindannyiunkban benne vannak az önzés csírái, és ezek a csírák, ezek kikelnek, és az életünkben erősen dolgozik bennünk az önzés, és az önzés sátánnak a törvénye, sátánnak az eszméit követi, ezért tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy ha nagyon tág értelemben akarjuk venni, hát mindannyian megszállott emberek vagyunk, az önzés megszállottjai, sátán megszállottjai. Hát tudom, hogy most sokakat erősen ér ez a kijelentés, de nem csak azok a megszállottak, akik elmebetegek, vagy akik Napóleonnak képzelik magukat, vagy nem is tudom én, miket csinálnak, tehát nem a klasszikus elmebetegség a Biblia szerint az egyedüli megszállottság, tehát nem csupán a Nabukodonozornak a megőrülése, ugye Dániel könyve 4. fejezetében, hanem ennek nagyon tág értelme van, és amikor Jézus kiküldte a tanítványait Máté evangélium a 10. fejezete szerint, akkor azzal a parancsolattal küldte ki, hogy hirdessék az evangéliumot, betegeket gyógyítsanak, ördögöket üzzenek, halottakat támasszanak fel, ott is általános értelemben, hogy halottakat támasszanak fel, tehát hogy a bűnben élő ember halott ember, ez is egy bibliai szóhasználat, amit Jézus is kifejezett, hogy hadd temessék el halottak halottaikat, tehát nem csak az a halott, akit eltemetnek, hanem akik viszik a temetőbe és eltemetik, ha a bűnben élnek, ha a bűnben megmaradnak. Tehát van a Bibliában néhány kifejezésnek, néhány szónak ilyen tágabb értelme, és az ördögűzés, hát legsúlyosabb válfajai a gadarei megszállottak, a kapernaumi elmebeteg ember, de azért a Biblia érzékelteti azt, hogy az ember, miután beengedte a bűnt a világba, sok nyavajával teljes, sok testi, lelki bajunk van, megszámlálhatatlan a betegségeknek az óriási láncolata, és ez félelmetes, ugye, mert bizonyos megnyilvánulásokban ezek azért félelmet keltő jelenségek, mint ott a gadarai megszállottaknál is, itt ez is az északi ország résznek a keleti részében van Gadara, és itt látjuk egészen pontosan, hát mezítelenül jártak ezek az emberek, és barlangokba háltak, és a láncokat is letépték magukról. Hát hogy volt ilyen démonikus erejük? Szóval a démoni jelenségeknek a köre az rendkívül tág a Bibliában, de mielőtt belemennénk ebbe a példázatba, ezért kell ezt a kis beszédhelyzetet is figyelembe venni, hogy ugye amikor Jézus gyógyított, ne gondoljuk azt, hogy mindenki örült ezeknek a gyógyításoknak. Egyszer számba lehetne venni, hogy ki nem örült a gyógyításoknak, vagy kik viselkedtek helytelenül a gyógyításokkal kapcsolatban, beleértve a meggyógyultakat is. Például Márk evangéliuma épp egy ilyen esettel kezdődik, hogy Jézus nagyon erősen kér egy meggyógyult embert, hogy mit tegyen és mit ne tegyen, és esze ágában nincs Jézusra hallgatni, és aztán a bajok sokaságát zúdítja Jézusra, szóval ez is egy óriási terület, de most maradjunk ennél a szövegkörnyezetnél, hogy megvádolják Jézust, hogy ő
a Belzebub, ugye a Belzebub, a Baalzebub, a legyek ura, ugye irodalomértő emberek William Golding híres regénye címéből ismerhetik ezt a kifejezést. Tehát ez a Baal isten, ez a Baalzebub egyik istenség volt akkori keleti világban, mint egyébként más isteneket is bőségesen említenek az ószövetségi proféták és az újszövetségben is. Előfordul ezeknek a neve. Tehát úgy gondolták, hogy ha Jézus ördögöt űz, vagy tehát felold a démoni megszállottság alól, és meggyógyít embereket, hát ez csak a démon segítségével teheti meg, mert hát a démonnak, vagyis sátánnak van erre megfelelőképpen ereje és hatása, behatása. És Jézus akkor elkezdett beszélgetni velük, hogy hát, hogyha én az ördög erejével űzném, hát akkor nem is űztem volna ki, akkor az maradt volna olyan beteg ember. Hogy lehet ilyesmiről beszélni, hiszen hogyha valakit megszabadítok valamitől, és eltávozik belőle ez a betegség, az nem lehet ugyanaz az oka, mint aki belevitte a betegségbe. Bár ugye vannak olyan esetek, kétségkívül a történetben, mind a mai napig sok ilyen esetet látunk, hogy Sátán is tud feloldani bizonyos betegségeket, tudja a látszatát adni annak, hogy gyógyulás következett be, holott ezek nem Isten által előidézett gyógyítások, gyógyulások voltak. Szóval mondom, hogy a jelenségkör elég nagy, de itt arról van szó, hogy Jézust megvádolják azzal, hogy Belzebub az ördögök fejedelme által űzi ki az ördögöket. Mások meg nem elégszenek meg ezzel, hanem további jeleket, nagyobb mennyei jeleket kívánnak tőle, és utána mondja Jézus erre, hogy minden ország, amely magával meghasonlik, elpusztul, és háza-házzal, ha meghasonlik, leomlik. Én pedig ugye nem megöltem ezeket az embereket, nem elpusztítottam, hanem föloldottam őket a gonosz hatalmából, és ha én a Belzebub által űzem ki az ördögöket, ti a ti fiaitok ki által űzi ki, annak okáért ők maguk lesznek a ti bíráitok. Ha pedig Isten ujjával űzöm ki az ördögöket, kétség nélkül elérkezett hozzátok az Isten országa. Vagyis hát ilyen dolgokat azért mondjuk 5-6 évszázadonként lehet látni, mert ilyen csodák, a Bibliában, ha megnézzük, hogy ilyen hatalmas csodák, mikor voltak, akkor azt mondhatjuk, hogy Mózes korában, mondjuk meg Illés és Elizeus korában, aztán majdhogy nem azt is mondjuk, hogy ezzel az ószövetségi egyháznak a mintegy 14-15 évszázados története kiismerült. Tehát nagyon ritkák az ilyenek, és Jézus eljövetelével azért következtek be ilyen csodák, mert Isten nyilvánvalóvá akarta tenni, hogy Jézus azért jött erre a világra, hogy megkeresse és megtartsa azt, ami elveszett, hogy gyógyulást hozzon, hogy felszabadulást hozzon a rossz hatalmából, és igaz az a megállapítás, hogy Jézus az életében kétszer annyit gyógyított, mint tanított. Nos, ezután következik el ez a példázat, ahol Jézus szerette volna röviden összefoglalni, és egy példázat keretében szemléletessé is tenni, hogy ki is Sátán, mit is csinál tulajdonképpen ezen a világon, ha ezt röviden össze lehet foglalni, és hogyan lehet megszabadulni Sátán befolyása alól, és mi lesz ennek majd a következménye. Sátán az erős fegyveres. Tehát itt, mint egy jelkép, Jézus ezt a jelképet alkalmazza Sátánra, hogy mint egy erős megszálló hatalom. Beengedtük a világba, megszállta ezt a világot, és őrzi ezt a világot. De Jézus nem így mondja el, mert hiszen a példázat nem annyira fogalmi tanítás, hanem képies tanítás. Jézus nem azt mondja, hogy az egész világot, hanem figyeljünk fel a példázatban arra, hogy Jézus azt mondja, hogy a palotáját. Kicsit megdöbbenünk, hogy Sátánnak palotája van ezen a világon. Sátán olyan jól berendezkedett, nem egy kis kunyhó, nem egy kis ház, hanem egy díszes nagy palotája Sátánnak ez a világ.
Aztán a másik dolog, ami úgy megüti a szemünket, hogy az erős fegyveres őrzi a palotáját, és amilyen békességben van. Hát ezt meg hogy kell, hogy értsük? Hiszen hát Sátán a viszálynak a nagymestere, ő annak örül, hogyha az embereket egymás ellen tudja uszítani, abban leli a kedvét, hogy nemzeteket is háborúba vonjon egymással, az egész világ lángoljon, hát miféle békesség ez? Jézus azonban ezzel azt akarta hangsúlyozni, hogy Sátán úgy tud palotát építeni, mert hát végül is hát a világot azért csodálják, hogy micsoda sok szép épület és nagy óriási teljesítmények vannak ebben, és amikor Sátán megmutatta Jézusnak a világot, amikor fölvitte egy hegy tetejére, később fölvitte, illetve a jeruzsálemi templom tetejére, utána egy hegy tetejére, akkor azt mondja a Máté evangélium a 4. fejezetében az ige, hogy hát megmutatta neki a világ csodálatos voltát, a sok csodát. Tehát nem a lepratelepeket mutatta meg, meg nem a nyomortelepeket, meg a sok betegség, nem a kórházakat, meg az elfekvőket mutatta meg, hát ugye a palotát mutatta meg. És mi a békesség? Hát a békesség az, amire Jézus maga is kitért a búcsú beszédeiben, amikor azt mondta, hogy ne nyugtalankodjék a szívetek, se ne féljen, én legyőztem a világot, én olyan békességet adok nektek, amilyet a világ nem adhat. Tehát a világ is fölkínál békességet az embernek, méghozzá elég ravasz módon, hogy a világra születünk, és kezdünk érdeklődni, hogy most tulajdonképpen mi azért születtünk erre a világra, hogy meghalljunk. Amikor én, mint kisgyermekként kezdtem a szüleimnél, a keresztszüleimnél rákérdezni, mert az én nagyszüleim már elég gyorsan elhaltak tőlük, nem kérdezhettem, de idősebb rokonoktól, meg az édesapám barátaitól kérdeztem, hogy hát mi azért születünk a világra, hogy meghalljunk, hogy megöregedjünk és meghalljunk. Hát ők kis fensőbséges mosollyal azt mondták, hát ez az élet rendje, hát azért itt is meg lehet találni sok szépséget, jót, azért érdemes élni, hát most ne foglalkozz, te már még későn fogsz odajutni, még nem látták, hogy egy szempillantás, hogy én 7 éves gyermekből 70 éves ember leszek, ezt ugye az ember elkendőzi, és békességet akar az ember mímelni, hogy hát azért szép a világ, meg ugye fedezzük fel a sok jót, meg szépet, éljünk a világ javaival, carpe diem mondták, ugye élvezd a napokat, és hogy szüreteld le a gyönyörnek a gyümölcseit, és hát addig, amíg élsz, addig élj, ugye Berzsenyi Dánielnek a híres verse volt a kezemben, hogy használd a napokat, és ami jelen vagyon, forró szívvel öled, és a szerelem szelid érzését ki ne zárd, míg fiatal korod boldog csillaga tündököl, holnappal ne törődj, messze ne álmodozz, légy víg, légy te okos, míg szólunk, az idő hirtelen elrepül, mint a nyílus zuhogó patak. Tehát ez Berzsenyi egyik híres Horáciushoz írott költeményéből való végsorok, és ezt a békességet akarja a világ nekünk is megadni. Hogy találd meg az utadat, végezd el iskoláidat, szerezzél hivatást, mesterséget, munkát, neveld fel a gyerekeidet, és hát azért békés családi környezetben leélvén az életedet, majd őszülő hajjal, majd ha sírjaink domborulnak, unokáink leborulnak, ahogy Petőfi is el tudta képzelni ezt, külön is megírta a Nemzeti Dal előtt még a Falun című versében, amit érdemes elolvasni, hogy Petőfi ezt a békés földi életet hogy tudta Falun egy csodálatos menyecske feleség mellett gyermekekkel, és még meghosszabbítja, és azt mondja, hogy hát majd ha elmúlunk, akkor majd a sírjaink körül ott lesznek a nem tettetésből síró unokák. A nem tettetésből sírónak. Szóval az embernek a vágya, hogy meghosszabbítsa ezt a békességet, hogy a földi életem vége is békés legyen, de még az emlékezetem is békés legyen. Arany János följajdul a toldi estéjében, és azt mondja, de hiszen, ami elmúlt,
az meghalt, elveszett, virasztója is úgy jár az emlékezet. Tehát ez nem igazi békesség, ez nem tölti ki az ember szívét, nem ilyen békességre vágyunk, hogy szépen megöregedni, aztán meghalni, és majd az utódaink őrzik az emlékezetünket. Hát egyébként sírok se domborulnak, az unokák meg elfelejtettek már leborulni is, meg egyáltalán ki emlékezik azokra az emberekre, akik már 5 perccel ezelőtt elhagyták-e földi hadszínteret. Szóval az ember szeret ilyen illúziókban, ilyen ábrándokban, ilyen álmodozásokban benne, hogy egy szép jövőt, egy békességes földi sorsot kitalálni magának. Hát sokat lehetne erről még beszélni, de azt hiszem mindenki találkozik ennek számtalan megnyilvánulásával, amikor idősek felsóhajtanak, hogy nem ilyen öregséget akartam, vagy szép, csöndes békességet akartam, hogy más emberek már közép nemzedék azt mondja, hogy hát én nem gürizni akartam egész életé, vagy hazamenni, lenyugodni a családom körében, nem veszekedni a férjel vagy feleséggel, nem a gyerekeknek a rosszaságán, meg a nem tudom én mit kipróbálni, próbálásán rágódni és attól visszatartani őket. Tehát nincs békesség, de én itt a világon békességet, tehát inkább elmegyek valahova, vagy mennyire kell a nyaralás, meg a pihenés, meg... Igen, bizonyos dolgokban az emberek jogosan kívánják a békességet, csak azt nem látják, hogy ez a világ soha, de soha nem fog adni kellő, igaz, az embernek megfelelő békességet. De Sátán meg tudja őrizni az embereket egy-egy szabadsággal, egy-egy előléptetéssel, egy-egy sikerrel, ezzel, azzal, amazzal. Úgy tűnik, hogy ha csak úgy ránézünk a világunkra, akkor azt mondhatjuk, amit Bölcs Salamon a Prédikátor könyvében, hogy itt ezen a világon minden hiába valóság és hiába valóságok, hiába valósága, mert az emberek hisznek a látszatnak, hisznek annak, amit a szemük befogad, amit a fülük hall, aztán pletyka formájában ezt dagasztják reggeltől estig és terjesztik napkeletig. Tehát tulajdonképpen a világ látvány, úgyhogy ránézzünk a világra, hogy mindig így volt-e világi élet, egyszer fázott, másszor lángal égett, hogy mondja Vörös Marti dühötten a Vén cigány című hatalmas versének az elején, hogy az erős fegyveres őrzi a palotáját, és amilye van, békességbe van. Ez az élet hétköznapi látványa. És hogyha nem ismernénk Jézus szavait, példázatait, ha nem ismernénk az egész Szentírást, ha nem kapnánk erősítést felülről, hogy hogyan is tekintsünk rá a világra és az életünkre, hogy miben reménykedjünk, hogy van-e ennél nagyobb békesség, hogy Jézus mit értett azon, hogy az én békémet adom nektek. Tehát akkor megegyezhetjük, Jézus, aki mondja ezt a példázatot, pontosan tud arról a békességről is, amit Sátán próbál az emberekkel elfogadtatni. Tud arról a palotáról is, amiben Sátán az egyes termeibe, kit a nagyobb termekbe, kit csak a cselédszobába, másokat meddig az alaksorba, de azért elhelyez az életben, és palotában vagyunk mindannyian, aki fönt van a király, meg aki lent van a koldus, ugyanannak a palotának a lakója. Ilyen röviden és ilyen döbbenetes erővel ezt kifejezni, hogy az erős, fegyveres őrzi a palotáját, és amilyen van, békességben van, és akkor itt van egy ilyen ikonszerű bemutatás, mint hogyha soha nem is változna, mert valóban mindig így volt a világi élet, akik fönt voltak, esetleg lekerülnek, akik lent voltak, föl akarnak kerülni, és akkor az egész élet egy ilyen körforgás, már itt a földön egy szamszára körül, nem kell várni a buddhistáknak a halál utáni újra megtestesülésére, a reinkarnáció ördögi tanára, hanem már itt a földi életben is ezt látjuk, amit egyébként a regényköltészetben először Balzac fejezett ki a 19. század első felében, hogy az egyik nemzedék jön, föltörekszik, följut, a második nemzedék már elherdálja, amit az apái szereztek, a harmadik nemzedék újra abból a nyomorból kezdi, és ez így
megy, ez így megy, az egész világnak ez a körforgása, ezt nevezi Sátán palotának és békességnek. És ha Isten elfordult volna tőlünk, ha bűneset után, vagy a milliárdadik bűneink után azt mondta volna Isten, hogy hagyom ezt a világot úgy, ahogy van, akkor ez a világ, gondoljuk el, hogy már mivé lett volna. Mivé lett volna ez a gyönyörű palota a nagy békességével. Milyen megdöbbent, hogy a példázat úgy folytatódik, tehát az erős fegyveres őrzi a palotáját, és amilyen van, békességben van, tehát ragaszkodik hozzá mindent, nem ad ebből senkit és semmit, ő a rabszolgatartó egy rabszolgájától se akar megválni. Hogyan lehet mégis azokat az embereket, akik benne vannak ebben a világbecsapásban, benne vannak ebben a szörnyű mákonyban, ami mindent elkendőz előlük, és mennek eszelősen a palota egyik terméből, a följebb levő termekbe akarnak eljutni, és még nagyobb pénz, még nagyobb hatalom, még nagyobb nyugalom, békesség, hát mindenki boldogságra vágyik. A palotán belül, önzéssel együtt boldogság. Csak egy drámai fordulat következhet itt a példázatban. Mert ha nem léteznék ennél az erős fegyveresnél egy még erősebb fegyveres, akkor nekünk végünk lenne. Végünk lenne, mint ahogy én, mint irodalomtörténész azt tudom mondani, hogy a nem hívő költők, nem hívő írók a 19. században nagyon sokakat így is neveztek aztán, hogy satanista költők, mint mondjuk egy Baudelaire, egy Rimbaud, vagy satanista írók is tulajdonképpen, én ide sorolom a Balzactól Zoláig, és még tovább terjedő sorozatot is, és a Flaubert-en keresztül, nem is tudom én, a családregények kitervelőig, angolokig, franciákig, németekig, tulajdonképpen még Thomas Mannig, minden, de hát jobb, hogyha nem nevekre építem fel a dolgokat, hanem arra, hogy írók és költők ábrázolták úgy a világunkat, hogy itt bármit csinálunk, akkor is a rossz érvényesül. Amit Goethe megírt a 19. század elején a Tündér király című hatalmas balladájában, és amit Schubert megzenésített, de olyan jól, hogy még Goethe is megharagudott rá, hogy így zenésítette meg, hogy nincs védelmünk a démonnal szemben. Ugye a gyerek reménytelenül kiáltozik, hogy jön ez a démon, ez a villi király, ez a tündér király, ami a dán népballadából átvett Goethei költeményben tulajdonképp Sátán megtestesítője ez a tündér király. De a gyerek kiáltozik, hogy én nem akarok vele elmenni, én nem akarok a fogja lenni, az apa megnyugtatja, hogy majd, te csak halucinálsz, fiam, majd hazaérünk, és minden jó lesz, és amire hazaér a kastélyához, és leemeli a gyerekét, a gyerek már a kezében halott. Miért? Mert közben elragadta Sátán. Ezt nevezzük az irodalom történetben satanista irodalomnak, hogy amely azt hirdeti, hogy lehet, hogy Isten létezik, de Sátán sokkal erősebb nála. Lehet, hogy Isten létezik valahol jó messze, mint a fizikóteológia, a deizmus hirdette már a 17. századtól fogva, de itt a földön Sátán az úr, Sátán sokkal erősebb, mint Isten. Mert nézd meg, hát az emberek közül, hát 100 ember közül hány az igazán Isten hívő? Mindig megadja magát a pénznek, az érvényesülésnek, a jólétnek, a kényelmes életnek, a hatalomnak, ki tudja minek, de ki az, aki megtér Istenhez? Aki ebből a palotából nem kér, és ebből a békességből se kér. Nos, hát az elmúlt két évszázad irodalmára Németh László joggal mondta azt, hogy valami nagyon hiányzik belőle, ő úgy fejezte ki, hogy hiányzik belőle a legenda, hiányzik belőle a jó, hogy hogyan is mehetünk jó úton, mint hogyha ez a romantika utáni realista, meg posztrealista irodalom azt mutatná csak be, hogy az ember
ember akár akarja, akár nem, akár gyerek, akár apa, mindig a tündér királynak a hatalmába, a borzalmas karmai közé jut, hogy Zichy Mihály meg is festette, amikor a démon így a karvai karmaival szinte így lecsap a világra, ugye a démon fegyverei, vagy a rombolás, a pusztítás géniuszának diadala című 1878-as olajfestményében, amit most be is játszunk egy pillanatra, hogy lássuk, hogy ez mutat rá arra, mondjuk a képzőművészet nyelvén is, hogy mi ez, hogy satanista művészet, vagy satanista irodalom, ami azt hirdeti, hogy Isten ugyan létezik, de az ördög sokkal erősebb, mert az ember azt látja, hogy mintha az ördögnek nagyobb számban lennének hódolói, szolgái. Jézus nem tárgyalja ezeket a kérdéseket, csak a megoldást tárgyalja ebben a példázatában. A megoldás pedig az, ahogy említettem, ha nem lenne az erős fegyveresnél egy még erősebb fegyveres, akkor nekünk jaj. Mert se fellázadni nem lázadunk fel az erős fegyveressel szemben, mert úgy látjuk, hogy hát ez az élet, hát miért is lázadoznánk, ez van, eszi, nem kap mást. Vagy pedig, hogyha ellene támadnánk, úgyis eleve bukásra lennénk ítélve, mert hát ő az erős fegyveres. Ő meg tudná magyarázni, hogy ez a palota miért palota, mi miért vagyunk jó helyen, és továbbra is maradjunk ebben a nyárspolgári bölcsességben és békességben, hogy hát ilyen az élet, hát így éljük le ezt a pár évtizedet, ahogy Kosztolányi Dezső mondta egyszer, hogy az emberek panaszkodnak, hogy milyen rövid az élet. De hogy rövid az élet, nagyon hosszú is az élet, nem tudnak vele mit kezdeni az emberek. Leélik úgy az életüket, hogy teljes értelmetlenségben élik le. És ez az irodalom, amely aztán persze rámutat erre a teljes értelmetlenségre, óriási mennyiségben mutat rá, azt a képzetet akarta kelteni a 19. 20. tehát még most a 21. században is, bár én már annyira nem követem nyomon a regényirodalomnak az alakulását, hogy hát ez az élet, hát itt kell a kis dolgokkal, ott készítettem kezemnek sok csodáját, gyöngyvirág függő csattod barna láncra, míg nagy halak suhantak el köröttem, s zúgott az örök óceán fölöttem, hogy Babits egy félelmetes nagy szonetjében a Héfaisztoszban írja, ami olyan hatást váltott ki, hogy Füst Milán bement a Nyugat szerkesztőségébe, levágta ezt a számútól, megjelent a Babitsra is, és azt mondta, ezt is én akartam volna megírni, megint Babits írta meg a nagy témámat. Hát igen, ez nagy téma, hogy készítgetni a kezünk sok kis csodáját, azt kinevezni valami nagy dolognak a hétköznapi életben, művészetben, meg tárgyalni, hogy a művészet micsoda tehetség, micsoda erő, micsoda kifejezés, közben ilyen bizsúgyártás, mondja a nem kis öniróniával a Babits, egy bizsúgyártás, mint hogy Héfaisztosz a kovács, ugye a tenger alatt gyártja a Achilleus pajzsát, és hát ilyen műtyűröket gyártunk, aztán ezt nevezzük mi hivatásnak, mesterségnek, művészetnek, arsznak és technének. Jézus úgy folytatja a példázatát, hogy jön egy még erősebb fegyveres. Ha nem jött volna egy még erősebb fegyveres erre a világra, ő nem fegyverrel érkezett, mégis hatalmas győzelmet aratott. Mert Jézus győzelme, ő az erősebb fegyveres, tehát az első fegyveresünk a sátán, övé a világ, kézzel, lábbal és foggal, körömmel ragaszkodik el a világban minden egyes alattvalójához, hogy ebbe a palotában megtartsa és békességben tartsa meg. A még erősebb fegyveres a mi Urunk Jézus Krisztus, aki eljött, de nem a mennyből leereszkedve, hanem egy édesanyja méhéből, Mária méhéből megszületve erre a földre, óriási küzdelmet folytatott sátánnal szemben, de nem fegyverrel, hanem azzal, hogy megmutassa, hogy nincsen igaza. Amit nem látott be a mennyben, a mennyei lázadás során, mert Jelenések könyve 12. fejezete szerint akkor is Jézus küldte Isten sátánnal szemben, hogy meggyőzze, de nem tudta meggyőzni Jézus. Sátán eltökélten haladt tovább az útján,
bekérezkedett a földre, mi beengedtük, pedig Isten figyelmeztetett, hogy kit engedünk be, és mégis beengedtük. És Jézus úgy győzte le sátánt, amit Isten előre kijelentette az ősevangélium, hogy a kígyó fejére tapos, és azért is jelentette be így módon a kígyó fejére tapos, mert legyőzte a rossznak az életelvét. Az, hogy a rossz szükségszerű, hogy az önzés kikerülhetetlen, ezt legyőzte Jézus hogyan? Nem fegyverrel, nem vitával, hanem hagyta ő a jóság és igazság keresztre feszíteni magát. Ő inkább meghalt, mintsem, hogy egyetlen egy bűnt elkövetett volna. Hát igen, ebben van a hatalmas erő, ebben van a hatalmas győzelem. Hogy Jézus Krisztus inkább meghalt, mint hogy egyetlen egy bűnt elkövetett volna. Ezzel lépett sátán fejére, vállalva azt is, hogy sátán a sarkába mar, kioltotta az életét. Meghalt a keresztfán egy borzalmas halál, a második halál tapasztalatával, ezért is kiáltott fel így a 22. Zsoltár kezdő igéivel, hogy én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engemet? Ő erre képes volt azért, hogy mi fölébredjünk. A palotában ébredjünk fel. A nagy békességből ébredjünk fel. Hogy ez a palota, ez egy nyomortanya. Ez a békesség, ez maga a nyomorúság és a viszály. És legyünk az ő alattvalói, hogy vonuljunk ki ebből a palotából, hát a világból nem tudunk kivonulni, tehát Jézus itt most ilyen képeket nem használt, ezt csak én mondom, hogyan is folytatta tovább. De mikor a nálánál erősebb reáljövén legyőzi őt, minden fegyverét elveszi, melyhez bízott, és amit tőle zsákmányol, elosztja. Tehát itt megmaradunk az eredeti történet képében, mintha Jézus beszélne valóban egy szó szerinti palotáról, aminek van egy nagy ura, egy mondjuk egy nagy várúr, vagy egy nagy király, vagy császár, de hogyha jön egy nagyobb erős ellenség, és beveszi azt a várat, akkor az a vár az ő kezébe kerül. De itt Jézus ezt azért nem részletezte, mert ebben a világban kell élnünk. De ha szívünkbe őt elfogadjuk, aki az életét nem kímélte és nem sajnálta érettünk, akkor a palota itt a szívünkben lehet. Ahogy mondta Pál a Korintus beliekhez írott első levél 3. fejezetében, hogy Isten temploma szent, ezek vagytok ti. Akkor azokat az eszközöket, a gonoszság millió eszközét elosztja, és más eszközökkel éljél életet, és más úr fennhatóság alatt, noha nyilván még a világban vagyunk, de már egy másik országnak a polgáraiként, mert a mi országunk a mennyekben van, honnét a megtartó Úr Jézus Krisztust is várjuk, mondja a Filippi levél 3. fejezet 20. versében Pál. És akkor tulajdonképpen az a csoda valósul meg, hogy amit még mi öntudatlan állapotunkban el se tudtunk képzelni, mert nem is akartunk onnan szabadulni, hogyha palota meg békességbe vagyunk, most már tudatos állapotban az zajlik le, hogy én akarok a még erősebb fegyveressel együtt élni. És ezért fejezi be Jézus a példázatot ezzel a nagyon koppanós igével, aki velem nincs, ellenem van, aki velem nem takar, tékozol. Mert hiszen, hogyha nem vagyunk Jézus mellett, ha nem fogadjuk el, ha nem igényeljük az áldozatának érvényét, ha nem leszünk a tanítványai és munkatársai, akkor akár akarjuk, akár nem, akár tudunk róla, akár nem, akkor az előbbi erősebb fegyveresnek a követői vagyunk. És egyszerre két úrnak nem lehet szolgálni, mondja Pál szintén a Korintus beliekhez írott első levél 10. fejezetében, nem lehet egyszerre a sátánnak, a mammonnak és az Istennek szolgálni. Tehát az erős fegyveres rövid példázata kétségtelenné teszi előttünk, hogy a világ fejedelme sátán. Kétségtelenné teszi azt, hogy az emberek, ha
ha nem is tudják, akkor is Sátán nem csak fennhatósága alatt élnek, hanem Sátán törvényével a szívükben élnek. Itt a kőszív helyett hússzív kell. Itt felnőtt korban megtérés kell, megváltozás kell, ott mennyi minden ágazik ki ebből a példázatból. Rövid a példázat, de ha átgondolod, akkor ebben az is benne van, hogy mit jelent az, hogy jön a nállánál erősebb fegyveres. Akkor üt az életünkben az, hogy kezdenek a hályogok lehullani a szemünkről, és kezdjük meglátni azt, hogy csak nem fogom szolgálni ezt a hazug és gonosz urat, ezt az én erős fegyveresemet, aki 20-30, ki tudja, mikor tér meg az ember. Én mondhatnám, hogy én 25-30 éves koromig ezt az erős fegyveres szolgáltam. Persze, hát Isten a tudatlanság idejét elnézi, én ezt nem tudtam, én Sátánról nem is hallottam, vagy ha hallottam, Dajka mesének tartottam, és besoroltam a manók, a krampuszok, vagy a, nem tudom én, a virgácsok mikuláskori világába, ami december elején jött el az életünkben, de az év során mi Sátánról... Még amikor fölnyitottam, nem is tudom, a magyar nyelv értelmező szótárát, vagy egy magyar lexikont, ahol megnéztem, hogy Sátán, és mi volt odaírva, képzeletbeli személy. Mint a Sátánt az ember találta volna ki. Mint a Sátánt a mitológiák, a mesék, vagy nem tudom, még találták volna ki, ördög, rampusz, vagy gonosz szellem, vagy vén, boszorka, szipírtyós, öregasszony, a hófehérke és a hét törpe, meg egyéb dolgok, vagy a piroska és a farkasnak a farkas, a Sátán. Hát ő farkasvilágot hozott létre, de ebben a világban mégse azt mondjuk, hogy Sátán mögötti hely, hanem azt mondjuk, hogy Isten háta mögötti hely. Nem azt mondjuk, hogy Sátán csapás, azt mondjuk, hogy Isten csapás. Milyen érdekes, hogy Sátán uralja a világot, még a beszédünket is, a gondolkodásunkat, eleve még nem történik meg az a 180 fokos fordulat a gondolkodásmód megváltozásával. Döbbenetes ez a kép. Tehát Jézus azért is nem részletezte, mert egyáltalán a Biblia egészében nem részletezi sokat a rosszat és a munkáját, hiszen abba bele is őrülhetnénk, hogyha belátásunk nyílan abba, hogy Sátán miféle módszerekkel, miféle eszközökkel dolgozik, és hányféleképpen, és csak egy ember életében hányféleképpen, hát ezt a saját tapasztalatunkból is tudhatjuk, de jobb, hogyha ebben jobban bele nem mélyedünk, mert olyan ez, mint az ingovány, és mennél jobban kapálódzol benne, annál mélyebbre süllyedsz. A Bibliának megvan az a jó tulajdonsága stilisztikailag is, hogy nagyon röviden jelzi Sátán álnok, gonosz és meglehetősen kiterjedt működését, de rövid, koppanós néhány szóval csak ennyi, hogy az erős, fegyveres őrzi a palotáját, és amilyen van, békességben van. Nem beszéltem még az őrzésről, mert hogy Sátán, ahogy említettem, közben-közben úgy 10 körömmel ragaszkodik minden emberhez. Hát ha Sátánt a Biblia jelképes nyelvezete rabszolgatartónak tartja, maga Jézus tanításai, hogy aki a bűn cselekszi, szolgálja, rabszolgálja a bűnnek, ha az embert rabszolgának nevezi a Biblia, hogy szolgái voltunk a bűnnek, és biankó aláírással mentünk, robotoltunk, és tettük a rossz malmára a dolgokat, akkor hogyan is lehetett az ókori világban kiszabadítani a rabszolgatartó kezéből a rabszolgákat? Hogy egy óriási váltságdíjat tett le az az ember, aki önmagát, vagy rokonát ki akarta szabadítani, vagy éppen egy másik rabszolgatartó, aki meg akarta venni ott a rabszolgapiacon az eladó rabszolgatartónak a rabszolgáját. Rabszolgatartó, rabszolga és váltságdíj. De miért mondja Péter apostol, hogy mi nem aranyon és ezüstön váltattunk meg a mi hiába való életünkből, hanem drága véren, mint egyszülött bárányén a Krisztusén. Mert Sátán a rabszolgatartónk, mi vagyunk a rabszolgák. Ő őrzi a palotáját, ő erről nem mond le,
de nagyon könnyedén őrzi, tudnék, mi nem is akarunk szabadulni. Az egy dolog, hogy nem tudunk szabadulni, de nem is akarunk szabadulni, mert palotának érezzük. Mert megvan azért az ideig, óráig való békesség, meg vannak szép napok az életünkben, amelyeket persze Sátán betud az ő ajándékainak. Mit kellett Jézusnak tennie azért, és mit kell a Szentléleknek is tennie azért, hogy mindez előttünk leleteződjék, hogy elfogadjuk a még erősebb fegyverest, hogy elfogadjuk az igazság, a jóság, a szépség diadalát a hazugság, a gazság és a rúdság fölött? Mi munkája van Istennek abban, hogy belül egy másik országot építsen a szívünkben? És akkor persze Jézus nyugodtan mondja ezt a példázat végén, hogy hát ha ezt nem akarod, akkor akár akarod, akár nem, benne maradsz a régiben. Akard azt, ha nem tudsz is szabadulni a rosszból, de legalább akarjál szabadulni. És hogy te akarhass szabadulni, hogy ez a kis változás bekövetkezzék az életedben, ami valóságban a legnagyobb változás, hogy eddig nem is tudtál, nem is akartál a rossz fogságából szabadulni. Most se tudsz, de ha legalább akarsz, de miért is akarsz most? Mert megismerted azt, aki az isteni életét nem sajnálta, te érted. És a nem akarást, ez átfordítja akarássá. Ó Krisztus áldozata, amelyről ebben a példázatban hangtalanul esik szó. Krisztus értünk hozott kimondhatatlan áldozata, melyet magába rejt ez a példázat, és amit aláhúz a befejezésének a mondata. Van miről gondolkoznunk, három vers olvastán. Soha, de soha ne felejtsük el az erős fegyveres példázatát.